A Röszkei Határkirendeltségnél jelentkezett belépésre március 12-én egy lengyel honosságú, turistákat szállító autóbusz. A NAV munkatársai a tételes vizsgálat mellett döntöttek, melynek során valamennyi utas csomagjával együtt leszállt a járműről, amikor kiderült, hogy egy táskának nincs gazdája. Az árván maradt podgyász kibontását követően törölközőbe tekert pakból megközelítőleg 11,5 kg marihuána gyanús anyag került elő. A pénzügyőrök a 20 millió forint piaci értékű kábítószert átadták a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság munkatársainak, ahol az ügyben kábítószerrel visszaélés bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt eljárás indult.